regény, amit olvasnod kellett volna live keretében. Beszélnék a Thomas Mannnak a Varázshegy című regényéről, amelyben Hans Castorp, aki gyógyulni ment el a szanatóriumba, megismerkedik Naftával, aki egy kibaszott magabiztos, nagyon-nagyon jó fellépésű és nagyon arrogáns figura, és megismerkedik Settembrini doktorral, ezek mind tüdőbetegek. Settembrini doktor egy humanista. Ő egy humanista, és hogy ez mit jelent, az majd így, arra az majd így a történet során ki is derül. Aztán ez a Settembrini doktor, meg ez a Nafta, ezek konfliktusba kerülnek egymással. Ez a fasiszta figura, ez a Nafta, mert tulajdonképpen fasiszta, az elkezdi provokálni a Settembrinit, de nagyon durván, és így végül sikerül kiprovokálnia egy párbajt. És ez egész erről szólt akkor, hogy így valakivel le akar számolni, akkor így addig baszogatod, amíg aztán nem párbajoztok, akkor megölöd. És így a Settembrinek nyilvánvalóan így veszélyben volt az élete. Mondta a Castortnak előző este, hogy ő nem fog lőni. Tehát, hogy ő ezt felejts el. És a Castort megmondta, hogy te jó Isten, nehogy már, hát akkor meg fog ölni. És azt mondja, hogy igen, de én nem ölök. És kérdezi a Castort, hogy most miért nem egy ilyen helyzetben. És azt mondja neki, hogy azért, mert humanista vagyok. Ennyi. Ezt mondta. Tehát így nem azt mondta, hogy nem ölök, mert hívő vagyok, és van egy Isten, amelyik majd engem megjutalmaz, hogyha, vagy nem büntet meg, hogyha, stb. Hanem ő nem hisz semmi ilyesmiben. Hanem ő egyszerűen csak humanista. És ezért nem öli meg, hanem a történet egyébként úgy folytatódik, hogy lezajlik a párbaj, és a Settembrini látványosan mellélő Nafta fejének. De így szándékosan és látványosan. A Nafta meg, hát így kurva, ilyen ideges is lesz, frusztrált lesz, bedőlt minden, amiben hitt, és így fejbe lövi magát a picsába. Mert ezt így nem tudja feldolgozni, ezt a helyzetet. És így valószínűleg amúgy is azért ment bele ebbe, hogy ölje meg valaki, és neki kelljen magát megölnie. Tehát nyilván valóan az egész mögött ez van. De most ne pszichoanalizáljuk a csávót, hanem térjünk ki arra, hogy milyen erkölcsi színvonalon áll a Settembrini doktor. Aki nem öli meg azt, aki az életére tör, hanem vállalja a halált, mert ő humanista. Van erre egy szó, hogy humanista. Nincs mögötte semmi. Nincs mögötte Isten. Nincs mögötte igazság. Nincs mögötte semmi. Ez csak egy identitás, vagy egy hangsor. H-val kezdődő hangsor. És ezt ő ezt a hangsornak oda teszi az életét. Ez milyen? Hogy ott egy eszme. És nincs mögötte jutalmazás, meg nincs mögötte hatalom. Semmi. Csak egy eszme, csak egy gondolat, amiben hisz. És azért az egész életét odaadja. Az egész életét. Ez a legnagyobb erkölcs. A Pest is doktora. Sem evilági, sem túlvilági jutalomért, csak önmagáért teszi jót. Önmagáért teszi. És ez egy olyan erkölcsi maxima, amit ezzel a regénnyel, és ezzel a jelenettel a Thomas Mann így lerakott, ami így a krisztusival vetekszik, ha érthető.